Bazd meg, itt a világ dolgain gondolkozok. Persze ezt nem sok műsornak számtam, de hát az emberek cselekedetei az hasonló. Szóval Fideszt azért nem tartom teljesen hülyének, csak egy kicsit olyan, hogy mondjam, a rohadékra, hogy van ebből szó. Na mindegy. A lényeg az, hogy a Fidesz egyik oldal mondja, hogy nekik meg kell védeni a magyar családokat, a magyar érdeket, mindent. A magyar alatt érti a mafiát. Jó. Lépjünk ezen tovább. A másik oldalon viszont azt mondja, hogy egy-egy művészetnek meg mit tűz, se család, se gyereke, semmi se legyen. Mert az pénzbe kerül. A többinek nem. A többinek nem, mert Mészáros Lőrinc is gyakorlatilag egy filler nélkül teremtett családot, vagy bárki más. De itt nem Mészáros Lőrinc, meg támadásáról van a szó. Csak példaként nem, bizonyos embereknek nem. Azt mondja a Fidesz, hogy a magyar érdeket védjük, közben pont az ellenkezőjét teszik. Ja. Lépjünk akkor tovább. Hát ez nagyon egyszerű lenne, mert akkor az ember azt mondja, hogy jó, akkor átállok a másik oldalra, leszek szocialista, vagy mit tudom én, DK-s. Hát DK sem mond olyat, hogy értékrendszerint ők helyreállítanák az embereket. Nekik is a hatalom kéne. Jó, lépjünk tovább. A mi hazánk az azért kevésbé sérült minden szempontból. Ők a részben ők is az államra építenek, ami nem annyira előnyös. Ugye? De végülis ők se tudják mondani, de az igazsághoz nagyon sok mindenben ők állnak legközelebb. Például az EU-ból való kilépés ötletéhez, mert tényleg az EU nem normális. Most nézzük az államnak a megoldásait. A legnormálisabb állami alkalmazott a köztársasági elnök össze. Beszélt a pápával, és segítsenek ennek az embernek. Magyarul az, hogy az ember nem tudja, hogy mi folyik a háttérbe sokszor, de a lényeg, hogy egyenez a művész úr a pápának. És akkor nem értik ennek az embernek a kirohanását. Egyen anyád a pápánál. Hát ő családot akar, ő otthont akar, ő karriert akar, ő hasonló normális életet, és akkor egyen a pápánál. Hát egyen anyád a pápánál. Hát természetesen az embernek a kirohanásai teljesen normálisak. Ugye hát a pápa a szeretetet egészen másképp közelíti. Olyan teátrise módon, meg mit tudom, hogy az űrből jön, és akkor az létezik. A paradicsom az, ott találják a, hogy hívják, van egy bűvös forrás, ahol tele van paradicsom paprikával, onnan jön a dollár, meg mit tudom én. Hát ezt sajnos még mindig be tudják adni rengeteg embernek. Hát ennek az embernek nem. Jó. A másik dolog, hát mivel tudna kisegíteni az egyház? Tudna. Csak az egyház egy rohadék. És mellette részben szellemi fogyatékos is. Hát helyet tudnának neki adni. Azt nem adnak. Egyen. Azt mondja, egyen. Mint egy disznó. Mert, ugye, az egyházban élőknek igényszint egyen, igyon, aztán nőkkel beszélgessen. Ez az ember nem beszélgetni akar a nőkkel. Erre már a nők is rájöttek. Szerintem kis Ramóna is csak félnél van. De mindegy, el csak vicciben voltam. A lényeg az, ez az ember normális családi életet akar. Hát lehet, hogy több családot is akar. Nincs abban semmi rossz. Vallások különböznek. És tehát, ha nem lesz fekete meg iszlám, ha picit dolgokba hasonlít is, ez teljesen egészséges. A másik része az, hát, az állam. Ezt 5 perc alatt meg lehetne oldani, de Orbánik is békét akarnak, de nyomort, az szülik folyamatosan, Szóval a nyomor miatt robbant ki az orosz-ukrán háború, meg van egy rakás konfliktus Szerbiába, Romániába, minden országban szinte. A nyomor miatt. Azon ők nem is akarnak változtatni. Ők nem mondják azt, hogy a művész az értelmes ember, hogy ő kapjon lakást.
nem mondják azt, hogy hozzunk most már, tényleg, hát ne rögjön rajtunk mindenki, hogy milyen hülyék vagyunk, meg mit tudom, hogy hozzunk egy rendeletet, hogy ennek az embernek most hagyjanak békén. Például, egy emberre nem lehet hozni. Hogy az Istenben nem lehetne egy emberre hozni rendeletet? Hát a konzul, az csoportos ember. Egy ember ugye a konzul minden országban. A konzul jogállásáról hoznak egy nyilatkozatot. A konzul lehetőségeiről, cselekvéseiről. Például ennek az ember hoznának egy rendeletet, hogy a konzuli szolgálaton belül kap egy lakást. És innentől megvan oldva az összes probléma. Ugye, a maffia nem jöhet a közelébe. Nem jöhet a közelébe a rendőrség. Kéreket például. Az orvos sem érgezheti, mert ugye ugyanazt fogja enni, mint a konzul, akkor a konzul is beteg lesz. Abban meg aztán kurva nagy gond lesz. És minden probléma megoldódik. De Viktorék azt mondják, hogy békét akarnak. Közben pont az ellenkezőjét cselekszik. Pont az ellenkezőjét. Elmennek, eljövök a pápát, hogy majd... Hát... 80 éves kora fölött... Nem mondtam, hogy szennél is. Tökéletesen tudja a pápa, hogy a látogatás a mennyből kerül a magyar nép. Tudja tökéletesen, hogy mivel lehet az idős asszonyok rászorultak, az elvesztett reményű emberek pénzét kicsalni. Az ilyen ember biztos, hogy nem megborult elméjű. Csak éppen egy rohadt geci. A másik része az, de itt az állam. Az állam azt mondja, hogy van, aki a pápához, van, aki meg normális élet. Hát mit mondott Hitlernek a vezérkari főnöke, amikor álltak sorba a fiatalok, meg az idősek? Ugye? Hát jobbra volt a koncentrációs tábor a gázkamra, balra meg a munkatábor. És akkor mondta a fiataloknak, balra, az időseknek jobbra. És akkor egyszer kérdezte egy fiatal, nem mehetne a szüleivel? Megszólalt Körny, de nekem van szívem, menjen csak.